Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ismét jelentkezik a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Mára is izgalmas témákkal készültünk, mutatom is a részleteket. Servo Movement. Új közösségi árammegosztó állomás a fenntartható városi közlekedésért. Agromas Expo. Technikai csodák a mezőgazdasági gépipar nagyágyúitól. Emberek az űrben. Idei projektek, amelyek fordulatot hozhatnak az emberes űrrepülés történetében. A kütyüzés hatásai. A gyerekek digitális eszközt használati szokásait kutatják az ELTE Alfa generáció labor munkatársai. Tavasszal indulhat el a világ első nyitott közösségi elektromos árammegosztó rendszere, ráadásul itt Budapesten. Legalábbis ez a terve annak a magyar startupnak, amelynek célja a fenntartható városi közlekedés segítése. A megoldás lényege, hogy okos konnektorok telepítésével megoszthatóvá teszi a közterületeken elérhető szabványos elektromos áramvégpontokat. Ezekhez csatlakozva pedig egy telefonos applikáció segítségével egyetlen gombnyomással elindíthatjuk az elektromos rollerünk, az e-bike-unk vagy a Segway-ünk töltését. Évente több mint 160 órát ülnek dugóban a rendszeresen gépjárművel közlekedő budapesti autósok, mutatja egy friss nemzetközi felmérés. Ezzel a magyar főváros a 13. helyen áll az európai dugóranglistán. A forgalmi dugók, torlódások egyre nagyobb problémát jelentenek a nagyvárosoknak, melyek jellemzően a reggeli és a délutáni órákban bénítják meg a közlekedést. Alapvető célunk az mindenki számára, hogy valahogy a városban lévő gépjárművek számát csökkentsük. Az, hogy egy óra érek be a munkahelyre, meg egy óra alatt érek haza, és az alatt folyamatosan dugóba ülünk, ez senki számára nem érdemes. Népszerűek a piaci alapon működő autó, robogó, roller és kerékpár megosztó cégek, amelyek kiegészítik a meglévő mobilitási rendszert. Emellett napról napra több elektromos közlekedési eszközt értékesítenek a gyártók. Ahhoz, hogy a mikromobilitás, az elektromos eszközökkel közlekedés a városi lakosságot szolgálja, szükséges az igények felmérése. Ahhoz, hogy a mikromobilitási eszközöket a mindennapokban használjuk, ahhoz mindenki számára biztosítani kell, hogy A-ból B-re biztonságosan eljusson. Vagy egy töltésre, hogyha szerencsés, mert olyan közel lakik, vagy olyan nagy akkumulátorcsomaggal rendelkezik az eszköz, vagy pedig útközben, ahol megáll, mert dolga van, tudjon tölteni. Jelen pillanatban ez a feltételrendszer nem adott. Miért, szokták kérdezni, hát ott vannak az autós töltők, meg mindenhol ezt meg lehet volna. Kérem szépen, nem. Az autós töltő infrastruktúra az a gépjárműveknek van. A mikromobility eszközökre most az van, hogy megyek, ha lemerülök, akkor szívesség alapon keresek egy konnektort. Ha ezt kivesszük, ezt a bizonytalanságot a rendszerről, és tudom, hogy útközben, ha lukra futok és töltenem kell, akár egy bérelt eszközzel, akár saját eszközzel, akkor A-ból B-ből biztonságon eljutok, akkor a sok ember, aki a városban, autóban ül, elgondolja, hogy ha én nem akarok felszállni a közösségi közlekedés eszközökre, akkor az alternatívát tudom használni. A mikromobilitás beleértve az elektromos meghajtású rollerek, biciklik, robogók, szegvélyek és egyéb közlekedési eszközök használatát nem csak a törvényi szabályozásban jelent új kihívást. A társadalmasítás nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy olyan eszközök közlekedjenek az utakon, amik biztonságosak. Harmadik legyen meg az a biztonságos környezet, ami valamitől valaki elindul, akkor tudja, hogy ő el fog jutni A-ból B-be. Tehát ez itt is a töltő infrastruktúrának meg kell teremtődnie. Az elektromos közlekedési eszközök töltésére kiépített infrastruktúra még nem is létezik. Ennek fejlesztésébe kezdett egy magyar startup, mely egy egyedülálló kültéri okos konnektor segítségével olcsó töltést kínál a felhasználóknak. Ők ezt PowerShare-nek, azaz közösségi árammegosztó rendszernek nevezték el. Elképesztő tempóban szaporodnak a rollerek, robogók, ilyen könnyű elektromos jármű kategóriában, ezek a rendszám nélküliek, amiknek a töltése gyakorlatilag megoldatlan, és a mi egyszerű megoldásunk az nem más, mint hogy a ház falon belülről a ház külső falára hozzuk a konnektorokat. És az, hogy onnan ne vehessen akárki áramot, azt megakadályozzuk, mert online okostelefonnal vagy kártyával lehet aktiválni a konnektorokat, és akkor egy kis összeget fizet a felhasználó, és így mindenkinek megtérül a dolog. Az okos konnektorok előnye, hogy rendszerezze, fenntarthatóvá tegye a közlekedés ezen új ágazatát.
A versenyszféra szereplői, közintézmények, közösségek is csatlakozhatnak a hálózatfejlesztési projekthez, így a használatból származó bevétel is megoszlik. Ezeknek a mikromobility eszközöknek közös jellemzője, hogy nincs közös jellemző, nincs közös töltési platform, de mindegyiknek igazából a töltőjén, tápegységén ez a mindenki által ismert dugaj található. Tehát mi a mindenki által ismert kültéri csatlakozót vittük ki az itt utcára, és így rendkívül egyszerű a használat. Csatlakoztatom a konnektorba, leolvasom a QR kódot, aktiválom ezt a konnektort, és az érintő gombbal tulajdonképpen elindítom a töltést. A rendszer innentől kezdve méri az időt, amit ezen a konnektoron töltök. Igazából nem áramfogyasztásban gondolkozunk, mert itt a szolgáltatás a lényeg. Az alapján von le krediteket az egyenlegedről, mennyi ideig használtad ezt a konnektort. És az ebből származó bevételt osztjuk meg az érintettek között, jelen esetben annak a háznak az üzemeltetőjével, aki megosztotta az áramot, meg azzal a céggel, vagy az önkormányzattal, aki a rendszert az adott régióban üzemelteti. A kutatásfejlesztést, a terméktesztelést követően idén tavasztól Budapest belvárosában már üzembe állhatnak az elektromos töltőkészülékek. A felhasználói igények felmérése, azaz, hogy hova kerüljenek az ilyen berendezések, hamarosan indul, mondja Csapó Balázs. Indítunk egy kommunikációt, ahol megszólítjuk a városban élő rollert, e-bike-ot, elektromos robogót használó közösséget, és igazából őket vonjuk be a hálózat megtervezésére. Itt majd lehetőséged lesz szúrni három tűt a PowerShare térképre, hogy számodra hol lenne a leghasznosabb egy ilyen PowerShare pontnak a létesítése. És akkor ezek alapján, az információk alapján tudjuk bevonni azokat a közintézményeket, társasházakat, szolgáltatókat, vendéglátóhelyeket, turisztikai célpontokat, akik a legnagyobb sűrűségű részeken vannak. Ebből igazából látni fogjuk, hogy hol van az igény, és ott keresünk rá választ. A sharing economy, azaz a megosztás alapú gazdasági modell világszerte népszerű és folyamatosan terjed. A többnyire startup vállalkozások a felhasználók szabad kapacitásait bocsátják áruba. Vagyis, ha valakinek valamiből feleslege van, akkor azt eladhatja, elcserélheti, megoszthatja. Traktorok és mindenféle egyéb furcsa mezőgazdasági masina, amiről az egyszerű városlakó azt sem tudja, mire való. Pedig egyik másik a technológia csodája. Stábunkkal az Agromas Expo-n jártunk, már is mutatjuk, mit látunk ott. Igazi high-tech ágazat lett a mezőgazdaság. Olyan gépek, berendezések, olyan technikák, eljárások jellemzik, melyek a Forma 1 színvonalát is meghaladják esetenként. A választás nem könnyű. Nagy világcégek termékei kínálják magukat nagyjából hasonló tulajdonságokkal. Aki pedig egyszer elkötelezte magát az egyik márka mellett, és a gazdaságában ilyen gépeket használ, az nehezebben tud a későbbiekben váltani. Elférünk úgy is egyébként, hogyha bejön velem, mert hatalmas a fülkéje. Bennülünk a fülkében, ugye látható, hogy hatalmas helyünk van ebben a fülkében. Ugye ez nagyon fontos, ugye ezekkel a gépekkel nagyon hosszú munkanapokat dolgoznak azok, akik ezt kezelik, tehát a kényelem ahhoz, hogy este még emberként tudjon hazamenni, illetve másnap is be tudjon ülni egy egész hosszú munkanapot végezni a kezelő, ezért fontos az ilyen méretes és kényelmes fülke. El tudnám vezetni? Mindenképpen. Nagyon egyszerűen működik egyébként, mert gyakorlatilag amikor elindítjuk a traktort, ugye az indító kulcsa, ezt a kart előre lökjük, és innentől megy a traktor előre. A traktoros dolga ma könnyebb, mint régen. Hogyha visszahúzom üresbe, akkor megáll a traktor, ha hátra akarok menni, akkor pedig hátra rakom. Ahhoz, hogy gyorsítsak a traktorral, előre rakom, ezzel a gombbal fölfelé kapcsolom a sebességfokozatokat, ezzel pedig lefelé. Nem önvezető? Most komoly a kérdés. Nem, bár egyébként maga az elektronika képes lenne rá, hogy megfelelő, mondjuk úgy egy fölötte lévő vezérléssel önvezetővé tenni egy ilyen traktort, de ez a része azért még a mezőgazdaságnak gyerekcipőben jár.
Az automata kormányzás természetesen elérhető ebbe a traktorba is, tehát a traktor tud egyenesen menni egy adott nyomvonalon, így aztán csökkentjük az átfedések számát, főleg ilyen nagyobb gépeknél, amik nagyon munkagépeket vontatnak. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag nagyon sok pénzt meg lehet azzal takarítani, hogy 2, 3, 5 vagy 10 menettel kevesebbet megyünk végig a táblán, csak azért, mert a minimális szükséges átfedést végezzük a munkagépekkel. Ne kétszer szántsuk ugyanazt, értem? Így van. Csak hogy érzékeljék a méreteket, ilyen egy ekkora traktor munka közben. És ilyen a fülkéből nézve, amúgy 4 méter magas. Ilyen a kiállítói térben. Örömmel nyugtáztuk az ifjabb generációk érdeklődését. Nehéz erőgép, törzscsuklós kivitelű, tehát azért ez nem egy kifejezetten gyakori traktortípus, bár Magyarországon ugye a rábák miatt az ilyen jellegű felépítésű traktorok ismertek. A hiedelmekkel ellentétben ez a traktor kisebb körön fordul meg, mint egy hagyományos univerzális traktor, aminek csak ugye az első kereke kormányozható, ugyanúgy, mint egy autónak. Ez a traktor ezzel a törzscsuklós megoldással kisebb fordulókört tud elérni, ezért még a kisebb területek megművelésén is jól használható. És ha már elhangzott a Rába név, akkor egy kis történelmi visszatekintés. Az 1970-es évek második felétől indult meg egy nagy teljesítményű traktorcsalád kifejlesztése és gyártása a Rába Magyar Vagon és Gépgyárban. Itt éppen egy elakadt munkagépet húz ki egy Rába traktor. Vissza a MÁ-ba az Agromos Expo kiállításra. Ha az egyszerűség kedvéért a személyautókat tekintjük analógiának, akkor azt mondhatjuk, hogy itt is meghatározó lett az egyedi igények kielégítése. Sőt, itt csak igazán. Birtoknagyságra, feladatokra optimalizált gépek készülnek. A nagy traktorokat kínálják sima vagy dupla kerekes kivitelben, vagy akár lánctalpakkal. Olyan szempontok is szerepet játszhatnak, hogy hol fogják azt az erőgépet használni, az alföldön vagy a mezőségben. Még az is megfontolandó, hogy az adott területen milyenek a geológiai és az éghajlati adottságok. És akkor még ott van a karbantartás, a szervizelés, ami sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint egy személy vagy akár teherautónál. Egy mezőgazdasági gép nem állhat napokig a betakarítás idején. De hogy mutassunk egyszerűbb, ám de érdekes dolgokat is, ím egy tuskófúró berendezés. Nem kimondottan kiskertekbe való. Erdészetekbe használatos tuskófúrógép. A földben lévő megmaradt, levágott fát, gyökeret, tuskót tudja összeforgácsolni 1 méter mélyen. Itt is több méret létezik, hogy milyen a használata? Érdekes, nagyon dobálja a traktort, nagyon oda kell figyelni a kezelőnek, hogy hova fúr, hogy fúrja meg a tuskót, kell hozzáérzék. 200-250 lóvas traktorokról beszélünk, amit ezeket a gépeket meghajtják. Van belőle kisebb, oda elég 80-90 lóerő kategória. Összeállításunk következő részében is láthatnak majd érdekes gépeket, akár gigászi méretekben is. A világűrben is számos kutatást és vizsgálatot végeznek. Ehhez pedig nem csak speciális eszközökre és berendezésekre van szükség, hanem olyan űrhajókra is, amelyek alkalmasak az emberek szállítására. 2020-ban számos olyan esemény várható, ami az emberes űrrepülés történetében fordulatot hozhat. Erről beszélgettünk a Magyar Asztronautikai Társaság elnökével. A nemzetközi űrállomás 15 országot képviselő 5 űrügynökség együttműködése révén 10 év alatt és több mint 30 misszió során állt össze. A körülbelül futballpálya méretű űrállomás 400 kilométerre a föld felett kering. Az űrállomáson végzett folyamatos kutató és karbantartási munkák megkövetelik az állandó személyzeti jelenlétet. Magánűrhajókra az Egyesült Államokban azért van szükség, mert az amerikaiak most már lassan 10 éve nem tudnak amerikai területről, amerikai űrhajóval eljutni a nemzetközi űrállomásra. Ugye 2011-ben állították le az űrrepülőgépeket, 2011 nyarán volt az utolsó űrrepülőgépes küldetés. És azóta az amerikai űrhajósok is csak az orosz szojuz űrhajókkal tudnak fölmenni a nemzetközi űrállomásra. Egy-egy ilyen repülésnél bizony milyen a zsebükbe kell nyúlniuk az amerikaiaknak, hiszen mai áron már 80 millió dollár fölött van egy ilyen űrutazás, amit fél évente megtesznek. Így 2014-ben a NASA-nál meghirdették a magánűrhajó fejlesztési pályázatot,
teherűrhajók és személyszállító űrhajók fejlesztésére. A személyszállító űrhajókat két cég fejleszti. Az egyik a Boeing, amelyik a újabb nevén Starliner űrhajót fejleszti, és a másik pedig a SpaceX, amelyik a saját rakétáival, a Falcon 9-essel indítandó, a Dragon teherűrhajónak a személyszállításra továbbfejlesztett változatával próbál majd itt szerephez jutni. Egyelőre a tesztrepülések zajlanak, de a cél, hogy a 7 személyes űrhajóban az asztronauták mellett űrturisták is utazhassanak. A fejlesztések jól haladnak, és az elmúlt évben mind a két űrhajónak volt egy-egy tesztrepülése, különböző sikerrel. A Dragoné az teljes siker volt, de űrhajósok nélkül. Nincs kizárva, hogy már idén az első űrhajósok még nem a menetrend szerinti repülésre, de a próbarepülésre már föl fognak menni, és akkor egy vagy két hetet föntöltenek a nemzetközi űrállomáson, de ez még csak próba lesz, és utána aztán beindul a menetrend szerinti repülések sorozata. De egy ilyen űrrepüléshez komoly kiképzésre és felszerelésekre is szükség van. Tulajdonképpen ezek az űrhajók a nemzetközi űrállomásra az alaplegénységet fogják szállítani. Tehát az alaplegénységnek föl kell készülnie az általában fél évig tartó küldetésre. A fél évig tartó küldetésre egyrészt kapnak egy alapkiképzést, egy általános űrhajós kiképzést, ez fél évig, egy évig tart, de utána több évig készülnek a saját küldetésükre. Amikor már tudják azt, hogy nekik majd az alatt, a fél év alatt milyen kísérleteket kell végrehajtani. Ahhoz pedig, hogy az űrállomáson folyamatosan legyen elegendő élelem, oxigén, víz, vagy akár a kutatáshoz szükséges berendezések, szükség van teherszállító űrhajókra is. A teherűrhajók azok több tonna teherbírásúak. Hát itt különböző típusok vannak. Mondjuk a Dragonnak a teherszállító változata, az most a nagyobbak közé tartozik, az 6 tonnát visz föl. A Cygnus, az Orbital ATK, vagy most már Grumman nevű cégnek a Cygnusa, amelyik már 12-szer vitt föl utánpótlást, az valamivel kisebb, az olyan 3 tonna alatti teherbírású. Aztán az oroszok a Progresszel visznek föl rendszeresen, szintén ilyen 3-4 tonna körüli terhet. Tehát ez a néhány tonna utánpótlás az, amit évente többször föl kell vinni a teherűrhajókkal. Mindenképpen az a végcél, hogy a nemzetközi űrállomáson folyamatosan ott legyen az ott dolgozó személyzet, és ehhez ne kelljen a szojuzokra hagyatkozni. Tehát ne kelljen az oroszoknak fizetni ezeket a most már 80 millió dollár fölötti összegeket emberenként, hanem a saját űrhajójukkal jussanak el, és akkor ott ebbe a fél éves váltásba bekapcsolódnak az amerikaiak, úgy, ahogy eddig, csak hát eddig a szojuzok vitték őket. A 2021-es tervek pedig, hogy 4 embert szállítanának majd a Dragonnal olyan magasba, ahová eddig még nem jutottak űrturisták. A Földtől számított 800-1200 kilométeres magasságba több mint 100 millió dollárért lehet majd utazni. Ha megismerjük, akkor a félelmek helyett a tudomány szolgálatába is állítható. Valami ilyesmi lehetne a mottója az ELTE Alfa generáció kutatócsoportjának, amely célul tűzte ki, hogy minél többet megtud az egyik legnagyobb veszélyről a legkisebbek életében, vagyis a kütyüzésről. Névi kijött, és azt mondta, hogy nézd csak, ezt neked sütöttem. Nagy betya pedig azt mondta, hogy szeretem a pitét, csak sajnos az almásat nem. Mit gondolsz, valaki mondott valami olyat, amit nem kellett volna? Rossz válasz nincs. Tudja ezt az 5 éves Dávid is, aki anyukájával közösen részt vett az ELTE Alfa kutatócsoportjának felmérésében.
A szakemberek azt vizsgálták, hogy milyen különbségek vannak a digitális eszközöket használó és nem használó óvodások, például figyelmi és az érzelmeket felismerő képességeikben. Azt találtuk, hogy a eszközhasználó gyerekek, ők bizonyos ilyen társas készségekben rosszabbul teljesítettek, tehát kevésbé tudják átvenni a másik nézőpontját, és a figyelmi folyamatokban azt találtuk, hogy ők inkább a részletekre figyelnek, míg a eszközt nem használó gyerekek inkább az egészleges mintázatra. Egyébként az emberek általában először a nagy mintát veszik észre, a globális mintázatot, és csak utána kezdünk el a kis részletekre figyelni, és érdekes módon az eszközhasználó gyerekeknél ez fordítva van, ők a részletekre figyelnek jobban. A digitális eszközök használata alapvető a mindennapokban, és felmérések igazolják, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban kezdik el használni a kütyüket. De vajon mi következik ebből? Az ELTE kutató csoportjában pszichológus, biológus, informatikus és etológus szakemberek is részt vettek a kérdés megválaszolásában. Az alfa generációba tartozó gyerekeket vizsgáljuk, hogy rájuk hogyan hat a digitális eszköz használat. Alfa generációnak a 2010 után született gyerekeket szokták mondani. Ugye azért tartják azt, hogy ez egy külön generáció, mert hogy ők már úgy nőnek fel, hogy beleszületnek ebbe a digitális világba. A kutatók több mint 1200 7 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg csemetéik eszköz használatáról. Ebből az derült ki, hogy a 2 évesek 40%-a és a 4 év felettiek 60%-a rendszeresen használja a mobiltelefont vagy a tabletet, amihez a szülők saját szokásai is nagyban hozzájárulnak. Ha a szülő nagyon függ a mobiljától, tehát nagyon érzelmileg kötődik hozzá, akkor a gyereke is többet használ ilyen eszközöket. Másrészt kérdeztük a szülőket arról, hogy hogyan viszonyulnak ők a gyerek eszközhasználatához, és ebből 4 ilyen digitális nevelési stílus rajzolódott ki. A tekintélyelvű szülő, aki csak nagyon ritkán engedi, a mérvadó kontrollálja az engedékeny, alig szab határt, és a teljesen megengedő, gátak nélkül engedi a mobilozást. Érdekes módon, míg a nagyobb gyerekeknél, mondjuk internet használatnál azt találták, hogy minél engedékenyebb a szülő, annál többet fog internetezni a gyerek. Mi azt találtuk, hogy minél inkább részt vesz a szülő a gyerek mobilozásában vagy tabletezésében, annál inkább csinálja a gyerek. Tehát a teljesen tiltó és a teljesen megengedő szülők gyereke is jóval kevesebbet kütyüzik az alfa korosztályban, mint azok, akik csak kontroll felett vehetik kézbe a mobilt. De a kutatók nem azt szeretnék kimondani, hogy mi a jó és a rossz, hanem azt szeretnék, ha a gyerekek eszközhasználata egyértelműen jó irányba fordulna. Ezért alkották meg Alfit is, ami tulajdonképpen egy applikációcsomag. Egyrészt egy ilyen élőlényszerű dolog, de nem úgy kell elképzelni, mint egy tamagocsit, hogy van ott egy kis karakter, és akkor azt gondozni kell, hanem maga a mobiltelefon vagy a tablet lényként viselkedik, és ezt arra használjuk, hogy a gyereket jó irányba terelgesse. Tehát például, ha már túl sokat kütyüzött, akkor elkezd fáradni, fáradtságot mutat, és egy idő után kikapcsol. Vagy felhívja a figyelmet arra, hogy eljött az esti mese ideje. Azt vizsgáljuk, hogy az általunk fejlesztett applikációcsomag, az valóban jó hatással van a gyerekekre, és ehhez várunk további résztvevőket, olyan 4-6 éves gyerekeket és szüleiket várjuk, ahol a gyerek használ tabletet vagy mobilt, és saját eszközzel is rendelkezik, és játszani is szokott ezen az eszközön. Az applikáció arra is ösztönzi a gyerekeket, hogy vegyenek részt valamilyen offline játékban, illetve a tervek szerint arra is alkalmas lesz, hogy kiszűrjön bizonyos mozgásfejlődési zavarokat, vagy jelezze, hogyha valamilyen kockázat áll fenn. Ehhez egy okos órát használnak. Az applikáció különböző játékos mozgásokat mutat be, és a gyereknek meg kell csinálni ezt a mozgást, az óra pedig méri, hogy jól csinálta-e meg. Ehhez az applikációhoz egy úgynevezett gépi tanuló algoritmust fogunk felhasználni, ez egyfajta mesterséges intelligencia program. Ide az autizmus és az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tartozik, amit vizsgálunk. Ehhez a kutatáshoz is várnak alanyokat, mégpedig 6-8 éves autizmussal vagy ADHD-val diagnosztizált gyerekeket, akik egy nagyon jó hangulatú programon vehetnek részt szüleikkel közösen. Mindenféle digitális eszközre, tehát tévére, videójátékokra is igaz. Az az ajánlás, hogy 3 éves kor előtt ne nagyon használjanak a gyerekek.
Hol kell megszabni a határt, hogy le sem maradjon a gyerek a technológiai fejlődésben, de azért rossz hatással se legyenek rá a digitális eszközök. Elképesztően nehéz dilemma, és a tudomány még nem tartott, hogy tűpontos választ adjon. Ami biztos, hogy a megismerhető pozitív és negatív hatásokat is érdemes figyelembe venni. Mai műsorunk véget ér, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.